kivételes zenei esnek lehettek tanulni, akik pénteken a lágy szeptemberi estén a Fekete egy szárazréti közösségi házat választották kikapcsolódásul. Székesfehérvár és az ország kedvence Buk Tibor és a nagyszerű horvát fivérek Emi és Péter ezúttal két olyan művészt invitáltak meg műsorukba, akik a saját műfajukban a legmagasabb szintet képviselik. Vendégeikkel, Lőrinc Judittal, a varázslatos szopránnal és a fúvós hangszerek korszakos zseniével, Szent Martinnal felejthetetlen estével ajándékozták meg a nagy érdeműt. Pici izgalommal és pici csemegékkel készültünk. Ugye először is két olyan vendéget hívtunk, aki nem mindennapi, már ha őket, kettőjüket nézzük és összeeresztjük őket, egy operaénekes hölgy és egy szaxofon művész, az nem mindig tud összepasszolni. És akkor ez egy ilyen nagyon érdekes próbálkozás, hogy mit lehet kihozni egy éjkirálynőjéből, egy hegedűből, egy zongorából, egy szaxofonból, egy Bessame Muccióból. Lőrinc Judit a 21. század valóságos meséinek hőse, aki Szolnokról indulva magánénekesként bejárta a földet vendégszerepléseivel, hogy aztán Péter zongora és Emi hegedű kíséretével egyedülálló módon az éj királynőjeként hódítsa meg a klasszikus muzsika barátait Székesfehérváron is. Megmondom őszintén, hogy nagyon különleges ez a feladat számomra, de nagyon-nagyon várom a ma estét, mert én eddig ugye operaszakos vagyok, és sok operát, operettet énekeltem, és ez az este, ez egy különleges csokor lesz mindenféle műfajból, ami számomra is kihívást jelent, de pont ezért fogadtam el a meghívást, mert nagyon szeretem a kihívásokat, még akkor is, ha egy kicsit a határaimon túl kell lépjek. Szent Martin egyedi világa mindig csodát tartogat hallgatóinak, most sem volt ez másként. Ő úgy fogalmaz, hogy a szaxofon édes hálót von körém, és egyben mámoros vigaszt nyújt. Nos, most a fehérvári színpadról önfonta a nézőket körül édes hálójával. Mindig egy izgalom, de amikor rájön az ember, hogy egy nyelvet beszélünk, a zene nyelvét beszéljük, rájön az ember, amikor találkozik a kiváló kollégákkal, a művészekkel, akik nem ismeretlenek számomra, persze, de együtt muzsikálni ritkán volt alkalmunk, akkor rájön, hogy semmiféle izgalom nem kell, csak az a jó érzésű bizsergés, amit a zene, mint édes háló von körénk, és akkor együtt tudunk, egy nyelvet beszélve tudunk a közönségnek egy nagyon-nagyon kellemes estét adni. Bízom benne, így lesz ez ma este is, olyan különleges új dalokkal, régi új dalokkal, amiket én valaha régen játszottam, de most átdolgozva, átgondolva, egy kicsit más kontextusba helyezve ezen a színpadon adunk elő. Minden esetre a Teltház megerősítette, a Kulturális Központ munkatársai remek munkát végeztek, a koncert pedig az ideális helyszínen a rendhagyó műsorválasztással együtt teli találat volt.